Egy szántóföldi gépbemutató mindig más, mint a valós élet, de pont ez a jó benne, ugyanis ilyenkor meg lehet nézni, hogy az adott körülmények között milyen gép milyen munkát végez, és az jó, avagy nem jó. Hát abban az esetben, hogyha valami ilyen rögöket hoz fel, így július közepén, azt jónak semmiképpen sem lehetne mondani. A Véderstadt Gerjei rendezvényén arra kértem Tolnai Pétert, hogy nézzük meg, milyen munkát végez az itt látható Carrier XT rövid tárcsa, valamint ennek XL-es változata és a Kultus HD kultivátor. Figyelem, a következő képsorok adott esetben a nyugalom megzavarására is alkalmasak lehetnek. Gribek Dani vagyok, ez itt a Hektár Vlog. Tartsatok velem! Ha mélyen dolgozunk egy száraz talajba, akkor annak ellenére is, hogy az akaratunk az lenne, hogy aprítsunk, ugye relatíve nagy rögöket képzünk, tehát itt nem lehet cél az ilyen mélységű, száraz tömörödött részben ilyen mélységű munkavégzés. Ugye a diszk az a különleges formájú tárcsánk, aminek a funkciója ugye egy kicsit másabb, itt nem csak aprításról van szó, hanem egy intenzív keverésről. Tehát gyakorlatilag annak a formának köszönhetően, amivel ez a tárcsa ki lett alakítva, azt érjük el, hogy nem kell lemennünk mélyre, ami van, azt próbáljuk megőrizni, innen a mélységből ne hozzunk ki nedvességet, azzal a paplannal zárjuk le, egyengessük el, ha már bolygattuk, és a lehető legsekélyebben, és várjuk a csapadékot, ami megérkezik, azt pedig tudjuk befogni. Peti, itt vagyunk Paks mellett, az idei gépbemutató körútatoknak a második állomásán, és hát most arra kértelek, hogy a nézőknek ne kifejezetten a gépeket mutassuk be, mert igazából arról már volt szó sokszor. Hanem azt nézzük meg, hogy ezek a gépek hogyan dolgoztak itt ezek között, a viszonyok között, és hát az első gépünk az a Carrier XT, amin volt ugye egy crosscutter knife, meg egy crosscutter diszk is. A klasszikus értelembe vett tallóhántás, tallómunkák, tallóápolási feladatoknál ugye az emberbe az merül fel, hogy ugye minél mélyebben, a régi időkben, és ugye a felszínről a lehető legtöbb takarást gyakorlatilag bekeverjük, mert hogy a vetőgép számára, vagy a következő munka számára készítünk talajt. Ugye ez az elmúlt időszakban nagyon sokat változott, és a Carrier gépcsalád ugye folyamatosan bővült a fejlesztésnek köszönhetően, most már több mint 10 éve használjuk a crosscutter knife-ot, ezt a késes aprítóhengert, ami elsődlegesen mondjuk nem ezen a kalászos tallón fejti ki leginkább hatását. Ugye ennek a funkció az, hogy hossz irányba szépen végig darabolja a növényi maradványokat. Mondjuk kukorica, napraforgó. Kukorica, napraforgó, repceszár, vagy zöldítés adott esetben. Ugye a diszk az a különleges formájú tárcsánk, aminek a funkciója ugye egy kicsit másabb, itt nem csak aprításról van szó, hanem egy intenzív keverésről, de olyan formában, hogy nem kötelező nekünk azt a 7-8-10 centit elérnünk, ami egy hagyományos tárcsaformánál szükségszerű, hiszen az osztástávolság miatt csak akkor lesz meg annál a mélységnél, hogy nem marad műveletlen részünk. Ugye a crosscutter diszk a felfekvő felületének köszönhetően 13 centin fekszik fel a talajra, és egy ilyen cikcak formájú felfekvésnek köszönhetően gyakorlatilag végigborotválja a felszínt, megmozgatja ugye a talajszemcséket, a tallómaradványt, és a felszínen gyakorlatilag úgy rendezi el, hogy a nagyobb szemcsék kerülnek alulra, fölülre pedig a takaró anyag, illetve az elszórt mag, gyommag. Ebben az esetben most azért nem látunk egy túlzott mértékű takarást, mivel egy olyan területen vagyunk, ahol állattartással is foglalkoznak, és innen erről a durumbúza tábláról gyakorlatilag a szalma be lett bálázva, itt sokkal kevesebb a takaró. Nyilván előbb-utóbb azért visszakerül a szerves anyag, de ilyen szempontból most itt azért nincs egy nagy takarónk. Itt, amit elsődlegesen látni kell, ha megnézzük, hogy ténylegesen milyen sekélyen tudunk dolgozni. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag annak a formának köszönhetően, amivel ez a tárcsa ki lett alakítva, azt érjük el, hogy nem kell lemennünk mélyre,
az átfedésünk így is úgy is meg lesz, hiszen garantálja ez a széles felfekvő felület. Nem marad műveletlen rész, és nem szárítjuk túlzottan a talajt. Tehát a mélyebb rétegekből nem hozunk fel nedvességet vagy nyírkosságot, attól függ, hogy melyik régióba és milyen időszakba járunk, és ez gyakorlatilag annak a garanciája, hogy még itt is látunk egy kis nyírkosságot egyébként érdekes mód, hogy minél többet megőrizzünk abból, a felszín közelébe hagyott mag, mint itt is látod, akár az elszórt búza, az a lehető leggyorsabban keljen ki, és kelesszük ki ezt, majd utána lehet egy újabb mechanikai gyérítés, vagy vegyszeres gyérítés a kikelt gyomoknak, kultúrgyomnak. Ez ugye akkor nagyjából egy ilyen 1-2 cm-es mélységet jelent, viszont, és akkor mindjárt megnézzük, ugye elhoztátok a Carrier XL változatát, ahol azért mindjárt látjuk, hogy már sokkal mélyebben dolgozott ez az eszköz. Ugye a crosscutter diszkkel gyakorlatilag a 0-5 cm közötti munkamélységet tudjuk elérni, nyilván nem csak talló munkákban, hanem adott esetben kultivátor, lazító, utáni elmunkálásban vagy szántás elmunkálásban, valaki szántásos művelésben gondolkodik, vagy adott esetben magánykészítésben, itt a lényeg az, hogy a lehető legsekélyebbre tudjuk állítani. Jó, hát akkor nézzük meg a mélyebb művelést. Akkor átjöttünk ugye abba a tábla részbe, ahol ugye a Carrier XL tárcsátok ment el. Hát ezt sok mindennek tudnám nevezni, de hogy alapvetően jónak és szépnek ezt a részt nem. Például itt van a kezemben egy olyan rögdarab, ahol ugye benne van a szármaradvány is, de mi az, amit még itt látunk, eleve ezek a... Igen, valóban ugye ez a tavalyi évi elővetemény, látszik, hogy a feltáródás valamit elkezdődött, de ez egy borzasztó tömör egyöntetű réteg, egy talp. Egyébként a bemutató elején is, amikor megástuk a mintánkat és néztük, hogy milyen talajjal találkozunk, láttunk egy mély, nem is egész mélyen, hanem inkább a felszín közelébe egy tömörebb réteget, és ennek köszönhetően látjuk ezt a munkát. Ugye az XL-es Carriernél ugye 61 centis lapátmérőről beszélünk, akár 20 centi fölötti munkamélységgel, és most pont ebbe a részbe, ahol megállunk, itt látszik, hogy itt van a traktornak a keréknyoma, és tökéletesen látszik, hogy egy nagyon tömör, száraz, letömörödött rész van, amiből ugye ez a típusú tárcsa, pláne ha mélyen dolgoztatjuk, hiszen meg akartuk mutatni a különbségeket, nem azt a munkát végzi, mint amit szeretnénk látni. Itt ugye az okszerűség, tehát szükségünk-e van ilyen mélységű munkavégzésre. Ha mélyen dolgozunk egy száraz talajba, akkor annak ellenére is, hogy az akaratunk az lenne, hogy aprítsunk, ugye relatíve nagy rögöket képzünk, tehát itt nem lehet cél az ilyen mélységű, száraz tömörödött részben ilyen mélységű munkavégzés. Bár ugye ez is látszik itt, hogy amit szoktam emlegetni, hogy a Carrieren lévő ez az acélgyűrű ugye egy másodlagos rögtörő képességgel bír, de nyilván nem lehet az acél, kiválóan látszik itt is, hogy átszaladt a henger, még azt a nagy rögöt még tovább roppantotta, de hogyha ebből indulunk ki, akkor ez egyértelmű bizonyíték annak, hogy ez még egy külön műveletet igényel. Ha szükséges, akkor ne rontsuk el azt, amit majd később gyógyítgatnunk kell. Ugye majd nem sokára nézzük még egy kultivátoros verziót, ugye a Cultus HD-nak a munkáját. Az nagy vonalakban miben más? Tehát jobb mondjuk egy ilyen talajon? Ha azt nézzük, ugye itt is a mélység kérdése, mert a kultivátorunkat szintén mélyen húztuk, és hogyha azzal a tömör rétegen áthatolunk, és alatta már van egy lazultabb rész, ugye ezt nyilván össze fogja majd keverni a kultivátor, hiszen ott a keverő funkció az, ami elsődleges a tárcsánál. Ez a hatás, és pontosan ezeken a tömör részeken, nyilván ez nem fog eltűnni a kultivátor esetében se, csak lehet, hogy a mélyebb rétegekbe kerül, és nem látjuk a felszínen. Miközben elindultunk ugye a kultivátoros rész felé, hát azért megkértelek arra is, hogy nézzük már meg, hogy ahol nincs olyan mértékű letömörödés, ami ugye itt a keréknyomoknál volt, hogy akkor ott hogyan dolgozott a Carrier XL, amire gyorsan hozzátetted még itt interjún kívül, és ez abszolút a felesleges túlművelés. Egyébként nyilván gépben mutatón vagyunk, de tök jó, hogy meg tudjuk mutatni, igen, hogy mit ne csináljon a gazdálkodó.
Igen, hát a bemutató során ugye több ilyen kérdés is jött, hogy akkor most miért megyünk ilyen mélyen, vagy menjünk ilyen mélyen, vagy mélyebbre menjünk. Ez egy teljesen klasszikus felállás, igen, majd megnézzük, azért itt egy jóval mélyebb bolygatást látunk. Hát itt lehet ásni. Nyilván itt is találunk olyan tömör részt, amit kifordított gyakorlatilag ebbe a mélységbe a tárcsa, de látjuk, hogy azért ez nem az ultrasekély kategória. Nem, és csontszáraz. Csontszáraz, igen. Igazából. Tehát, hogy ezt tényleg, ezt ne csináljátok. És akkor megérkeztünk a harmadik helyszínre. Ugye itt a Cultus HD kultivátorotok ment el. Hát rögökből itt is van bőven, mert hogy tényleg én is láttam, amikor még Birkás Márta professzor asszonnyal kiástatok egy kis talajmintát, és gyönyörűen lehetett látszódni, hogy mi, micsoda, igen, gyakorlatilag sávokban jött szét a talaj. Ezt most fel lett hozva. Így van, fel lett hozva, és részben össze lett keverve, tehát nyilván itt, hogyha mélyebbre ásunk, akkor valószínűleg találunk majd olyan frakciót, ami el van temetve. Mondjuk az érzékelhető, hogy természetesen mélyebben vagyunk, és itt mélyebben azért a színe is más, amíg el nem viszik már van egy kezemből a szél. Pici nedvesség. Némi nyírkosság van, meg ugye egy egyöntető keverést láthatunk abból a kevés talló maradványból, ami itt van. Viszont most megint felhívtad a figyelmet egy hibára, hogy gyakorlatilag a szél a kezedből vitte megint csak a porrá művelt talajt. Igen, igen. Hát érződik a mélységen is, azért mondom, hogy a színén is, de ami nyilván itt a felszínre kikerül, az ebbe a hőmérsékletben még csak 30 fok van mai nap, de egy pillanat alatt gyakorlatilag ugyanolyan szürke lesz, mint amit a felszínen van, tehát nyilván ez nem lehet cél. Mi lehet cél? Tehát melyiket ajánlott, költői kérdés, hogyha ugye kapunk egy tarlót, nyilván lehet az egyik döntés az, hogy nem nyúlunk hozzá, marad a tarló olyan, amilyen, és akár mondjuk egy direktvetés, vagy egy későbbi művelet, de akkor inkább a Carrier XT nyelv. Ha a tarlón megfelelő mennyiségű, apróra szecskázott takaró van, nyilván lehet olyan állapot, hogy hagyhatjuk a tarlófázist úgy, és nem nyúlunk hozzá. Ha hozzányúlunk, akkor lehetőleg sekélyebben. És ugye minden esetben az a cél, hogyha egyrészt ugye védjük és takarjuk, takarva hagyjuk a felszínt, hogy a vetésig ezt a stresszt valahogy túlélje, vagy a következő műveletig, alapművelésig. De ha hozzányúlunk, akkor pedig olyan szerkezetet kell kialakítani, ami megfelelő minőségű ahhoz, hogy az érkező csapadékot befogadja, és ezzel majd a későbbiekben segítsük el a következő növényünk fejlődését. Tehát ami van, azt próbáljuk megőrizni, innen a mélységből ne hozzunk ki nedvességet, azzal a paplannal zárjuk le, egyengessük el, ha már bolygattuk, és a lehető legsekélyebben, és várjuk a csapadékot, ami megérkezik, azt pedig tudjuk befogadni a talajba, tehát olyan szerkezetet alakítsunk ki, ne azt a rögfrakciót, mint amit az előbb láttunk. És akkor miközben fel is állhatunk szerintem, egy utolsó kérdésként azért most a negatív oldalát mutattuk be mind a Cultus HD-nak, mind pedig a Carrier XL-nek, de akkor egy-két olyan felhasználási pontot mondj kérlek ezzel a két géppel, ahol viszont kifejezetten ajánlani szoktátok. Ja, nagy lapátmérőjű Carrierről, ha beszélünk, az XL-es Carriert, az ugye elsődlegesen ugye az őszi munkáknál, tehát egy kukorica után, ahol nagy mennyiségű tallómaradvány van, és ahhoz, hogy egy jó bő 10 tonnás termés fölött ugye azt a vastag paplant össze tudjuk keverni a talajjal, ahhoz több talajt kell megmozgatnunk, tehát nyilván a nagyobb lapátmérő erre szükséges. Ha a Cultus esetében, ha az alapműveléshez érkezünk, akkor az egyik legjobb eszköz. Nyilván itt az időzítés ez a fontos, tehát hogyha nem szükséges, és most itt nem szeretnék beszélni tulajdonképp, hogy 30 nap ide vagy oda, amikor a kultúrállapot olyan, a talajállapot olyan, és a vetés időzítéséhez én jól tudom már kötni azt, hogy az alapművelést elvégezzem megfelelő minőségbe, akkor elő kell venni, és
meg lehet csinálni az alapművelést úgy, hogy elmunkált, rendezett, egyengetett és visszatömörített felszínt kapunk a gép után. Nagyon érdekes, és ez az idei év első felét jól szemlélteti, hogy legutóbb, amikor beszélgettünk Mezőfalván, megtaláljátok a videónak a linkjét, úgyhogy meg lehet nézni. Hát ott ragadt a gépre a sár, ott az volt a baj, hogy túl sok csapadékkal küzdöttetek, ott is egy gépbemutató volt, tehát ott is el kellett menni, bár megbeszéltük, hogy nem ideális, és normál esetben azt se csinálja lehetőleg senki. Most pedig bemutattuk azokat a hát rossz megoldásokat, vagy félig rossz megoldásokat, amiket Aszályban teljes szárazság mellett nem ildomos, úgyhogy ez tényleg, ez az idei évnek szerintem egy jó leírata. Meg nem csak az idejének, azt gondolom, hogy a szélsőség az gyakorlatilag megszokottá válik nagyjából, és tényleg egyik pillanatról a másikra változik azek a viszonyok, hát gyakorlatilag egy hónapról beszélünk, vagy bő hónapról, ezért kell mindig a megfelelő eszközzel, a megfelelő időben hozzányúlni a talajhoz, és megfelelő óvatossággal körültekintéssel. Okszerűen. 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 Okszerűen.